Siklósi Értéktárba emelt Dolce Hegedű együttes műsorával vette kezdetét az október 23-ai megemlékezés a várban. A kulturális elemekkel színesített program a Baranya megyei önkormányzat és Siklósváros önkormányzatának közös szervezése. A megyei elnök beszédében hangsúlyozta, hogy csak békében lehet építkezni, növekedni, gyarapodni. Őri László kiemelte, hogy 56 hősei követendő példát állítottak számunkra. Arra kell folytatnunk az utat, amerre az utolsó, az 1956-os vérrel, könnyel, bátorsággal és szabadságvágyjal megszilárdított mérföldkövünk mutat. Ez a magyarság történelmi útja, amiről letérnünk végzetes lenne. Az emlékezésre különleges vendégek is érkeztek egészen Erdélyből. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy állod itt e föl. Székelyudvarhelyről is megtiszteltek minket, és székelyudvarhelyi barátaink is aktív részese voltak a műsornak, és egy külön műsorszámmal is készültek a megemlékezésünkre. Ez egy csodálatos élmény volt mindannyiunknak, azt gondolom. Igyekeztünk őket illően fogadni, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Nem volt ez másképpen korábban sem. Az ünneplő közönség ezután fáklyákat ragadott, és a siklósi kadétok állt a sorfal között a várból a római katolikus temetőig vonult. Itt az 1956-os emlékműnél álltak meg az emlékezők, és helyezték el koszorúikat.